Utólagosan úgy döntöttünk, hogy nem teszteljük a hallgatóságát, tűrőképességét egy 40 perces bevezető videóval, tehát határjáték formálisan az első részével, hanem szétszedjük két részre, ezért van, úgyhogy most itt a 1.A rész következik, amiben is ugye a előadáson ismertetett tételek, illetve speciális sorozatok ismeretében sokkal egyszerűbben fogjuk meghatározni valamely sorozat határértékét formálisan, mint azt ugye az előző részben definíció szerint tettük. Jó, ehhez természetesen szükségem van ugye a speciális sorozatok ismeretében. Itt ebben az első részben csak erre a háromra van szükségem, ezt föl is írtam. Tehát, hogyha a C az egy valós szám, akkor ugye a C konstans sorozat, tehát egyenlő C sorozat, az tart önmagához a C-hez. Tehát konstans sorozatnak a határérték önmaga. Amennyiben a P az pozitív, racionális szám, akkor az N a P-ediken, az végtelenbe tart, az egytelen a P-ediken pedig nullához tart. Tehát ezek a speciális sorozatok, amiket fogunk használni a feladatok megoldásánál, és majd folyamatosan, ahogy a feladatok már eljön, ismertetjük azokat a tételeket, amelyeket ugye használunk, amit vettünk a konvergens vagy divergens sorozatokra vonatkozóan. Rögtön a legelső feladatot, hogyha nézzük, ugye N a négyzet, N a másodiknak kellene meghatározni a határértékét, látjuk, itt van egy speciális sorozat, hogyha P helyére 2-t írunk, akkor tudjuk, hogy N négyzet természetesen végtelenhez fog tartani, tehát itt ebben az esetben csak egyszerűen ide mutatunk, és ez alapján már mondhatjuk is, hogy mi a megoldás. A második feladatnál algebrai átalakítással, ugye ezt itt 3-szor 1 per n az 1/2-en alakra írhatom, tehát ugye a törkitevő segítségével a gyökemből n az 1/2-en lesz, és akkor itt megvan, ugye, hogy a második szorzót, illetve ezt már is fölismerem, itt ugye az 1 per n a p-ediken, tehát p egyenlő 1/2 miatt, az pozitív racionális szám, ez a második szorzó tényezőről, ugye már is mondhatom, hogy ez nulla lesz. Itt az első az például a konstans sorozat, tehát az első szorzó tényezőnek 3 lesz a határértéke. No, akkor itt az a kérdés, hogy van-e tételünk konvergens sorozatok szorzatára vonatkozóan. Mielőtt ismertetném, hogy a megfelelő tételt, azért általánosan felírunk, hogy ilyen jelölésben lesz nekünk az AN tart az A-hoz, a BN tart a B-hez, tehát a két konvergens sorozatunk az AN és a BN lesz, és a két divergens sorozatunk, tehát az XN tart a végtelenbe, és az YN tart a végtelenbe. Jelölést használjuk, jó? Tehát itt a későbbiek során, akkor most már ugye ezek a betűk ezt fogják jelenteni, tehát az A, M, B, N konvergens, az XN, YN, az pedig a végtelenben tartó divergens sorozatokat. Jó, akkor nézzük, milyen tételünk van a szorzatra vonatkozóan. AN-szer BN, meg a határértéke az A-szor B. Hát szorzatnak szorzat. Illetve van még egy olyan tételünk is, hogy konstans szor, ugye egy sorozatnak a határértéke, konvergens sorozatnak a határértéke, az ugye C-szer, és akkor a sorozat határértéke. Majd utolsó, ahová konvergál, az A-szám. Jó? No, ezt akkor tudjuk alkalmazni, ugye az első szorzó tényező 3-hoz, a második az 0-hoz tart, akkor a szorzatok nyilván a határértékek szorzatát, ez az 3-szor 0-hoz, azaz 0-hoz fog tartani. Tehát ez egy tökéletes megoldás, természetesen van más lehetőségünk is, ugye ez a tétel tulajdonképpen azt mondja ki, hogy a konstans szorzó az kiemelhető a limezből, tehát ezt kivihetem úgy, hogy 3-szor limez N tart a végtelenbe, 1 per N az 1/2-en, ugye hát ez itt a nullához tart, tehát itt ebben az esetben is 3-szor nulla, azaz nulla lesz a megoldás. Nem kell, mint a kétféleképpen, csak hát látjuk, hogy lehet így is, lehet úgy is megoldani a feladatot. Nézzük a következő, harmadik feladatunkat, ugye itt ebben az esetben a második tagból ugye a 3/2-et kiemelem, 1 per m négyzet. Természetesen a tért később, bár nem fogjuk ennyire részletesen
kiírni ezeket a dolgokat, hanem hogy használjuk, hogy oké, mert tudjuk, hogy az eddigiek alapján az a határérték mi lesz. Most itt először leválasztottam ezt a konstant szorzó tényezőt, megállapítom ugye külön az első tagról, hogy ez nullához tart, 1 per m, tehát ugye m-nek a kitevője itt 1, tehát itt van nullához tart, az 1 per m négyzet, akkor hasonlóan megint csak azért nullához tart, 3-szor, vagy 3-2-et szer nulla, mert a konstans ugye ez akár kiemelhető, akár ugye konstans sorozat, tehát legyen a konstans sorozat 3-szor 2. A szorzatra vonatkozóan akkor már megvan, hogy ugye ez a második tag, ez 3-2-hez tart. 3-2-hez tart. Bocsánat, 3-2-et szer nullához, azaz nullához tart. Így van. És akkor itt van a másik is, szintén nullához tart. Vajon a különbség hová fog tartani? Hát ezt is írjuk föl, habár ez egy elég egyszerű, ugye, hogy összeg különbségnek a határértéke, az a határértékek összege különbsége. Tehát konvergens sorozatok esetén ez az összefüggés van. Jó? Azaz nullából nulla, az nulla. Negyedik feladat. Azt mondja, hogy ebben az esetben ugye kétszer n plusz köbgyök 3-szor, és akkor itt n a 2/3-on. Tehát ugye átírtam törtkitevő segítségével, mert ugye a speciális sorozatoknál eleve így adtam meg, hogy n a p-ediken, vagy egy per n a p-edikennek mi a határértéke. Most nézzük, ugye itt ezek divergensek végtelenbe tartanak, hát tehát ilyenünk még nem volt, ugye, úgyhogy ez azt jelenti, hogy most azért következnek azok az állítások, amelyek itt tételek, amelyekre szükségünk van ezen feladat megoldásához. Nem is tudom, hogy ez kicsit azt mondja, lehet, hogy itt elválasztom. Jó, hogy jobban szét tudjuk választani dolgokat. Tehát az következik, hogy divergens sorozatokra vonatkozó milyen tételünk van. No, hát amennyiben a konstansunk az pozitív, illetve, hogyha egy konvergens sorozatunk van az A, és annak a határértéke az is pozitív, akkor a következőket mondhatjuk. Na hát, C-szer xn, az tart végtelenbe, A n-szer xn-nek is végtelen a határértéke, amennyiben negatív, a C a határérték negatív, akkor a C-szer xn az mínusz végtelenbe tart, és az A n-szer xn is a mínusz végtelenbe fog tartani. Jó? Tehát ez lesz a annak megfelelően, hogy a szorzatokra vonatkozó és a divergens sorozatokra vonatkozó ilyen tételek, amiket itt használunk kell. Jó, akkor most ezek alapján, ugye, tehát először is, ugye elfejtettem mondani, de tudjuk, hogy n az tart a végtelenbe, bocsánat, ez is a végtelenbe, hát ugye ez konstans, ez 2, és akkor már rögtön egy kicsit előre ugortam, hogy most melyik tétel is kell, nem részleteztem, hogy hát itt ugye ez lenne a tétel, amit alkalmaznunk kell, tehát elnézést feltételeztem, hogy ezt úgy érezzük, hogy ez valami, tehát hogy az m az végtelenbe tart. No, tehát akkor ezek alapján ugye ez pozitív szám, végtelenbe tart, akkor ez azt jelenti, hogy ez is tart a végtelenbe. Be is karikázhatnám, de olyan sok jel van, hogy inkább csak így alá kapcsoltam. Ez is a végtelenbe tart. Így van? Tehát igazából már csak azt kellene tudnunk, hogy két végtelenben tartó sorozatnak az összegére mit mondhatom, de ez is, hogy mondtam, könnyen elfogadható állítás, hogy hát akkor természetesen végtelen, mert végtelen az végtelen lesz. Nagyon nagy számhoz hozott, nagyon nagy számot, persze, hogy nagyon nagy számot fogunk kapni. Jó? Tehát akkor megvan az első négy. Megvan az első négy feladatom. Tehát, hogy említettem, hogy a végtelen, végtelen, ez végtelen lesz. De akkor oda is írjuk. No, menjünk tovább, és akkor nézzük a következő feladatokat, amelyek bizonyos értelemben már új típusú, más típust
fognak képviselni. Ez mondja az ötödik feladat, ez pedig nem más, mint limes 2m plusz 3 per 3m minusz 5 sorozatnak a határértékét kell meghatározni. Na nézzük. Hát először is vizsgáljuk meg külön a számlálót, a nevezőt. Kezdjük a számlálóval, mert ha számlálóról megállapítottuk, hogy hogyan viselkedik, akkor majd valószínűleg a nevezőre is mondhatjuk, hogy az alapján, mint a számlálót kaptuk, meg tudjuk mondani. Tehát ez itt a 2n plusz 3 sorozatról van szó. Tehát hogy az n tart a végtelenben, hát akkor a kétszeresen, ugye pont az előbb beszéltük, akkor az is végtelenben tart, ez pedig ugye plusz 3, 3 sorozat, vagy konstans, hát mi lesz az összegnek, ugye, mert egy divergens, meg egy konvergens összegére van, akkor még nem volt állításunk, tehát akkor most ezt is ide fogjuk írni, ugye, hogy az xn plusz minusz c-nek a határértéke az végtelen lesz, tehát egy végtelenbe tart, konstans, hozzáadunk kivonunk annak is végtelen határértéke, illetve ez abban az esetben is igaz, hogyha nem a konstanst adjuk hozzá, hanem egy konvergens sorozatot, az AN, akkor is, hogy ez továbbra is végtelenbe fog tartani. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye végtelen, meg 3 az végtelen lesz, tehát hogy ez itt tart a 3-hoz, és akkor ez itt tart a végtelenbe. Tehát megállapíthatjuk, hogy a számláló az végtelenbe tart. Tessék megnézni, a nevezőre vonatkozóan ugyanezt mondhatjuk, tehát hogy ez is végtelen, a számláló is, és a nevező is végtelenbe tart. De egyszer megcsináltuk ezt így külön, nyilván későbbiek során megint csak úgy ránézésre fogom már ezt tudni mondani, hogy hát végtelen per végtelen alakon van. Tehát ugye ez itt végtelen per végtelen alak. Amire hát nem csak az, hogy nem írtunk föl, de nincs is szabály. Tehát nem is az, hogy írhatnám, hogy most akkor itt mi is következik, sajnos itt bizonyos algebrai átalakítások segítségével kell megoldani a feladatokat. Tehát tulajdonképpen ebben az egyen fejezetben ezt fogjuk csak gyakorolni, a végtelen per végtelen típusú feladatoknak a megoldását, hogy mit kell csinálni. Nagyon egyszerű, hogyha egy kifejezés ugye végtelenbe tart, akkor van valami olyan tag benne, ami miatt ugye az dominálni fog, és akkor teljesen mindegy, hogy hány tagból áll, valószínűleg az, ami meghatározza a kifejezést, ugye nagyon nagy n-nekre, ezt kell megtalálni, hát polinomok esetében ez nagyon könnyű dolog, nyilvánvalóan a legmagasabb fokszámú tagról van szó, tehát ezt külön le is írjuk, 2n plusz 3, természetesen, hogy az n a domináns benne. Tehát itt n szorozva 2 plusz 3 per n alapban írható föl. Honnan tudjam én azt, hogy ténylegesen jól megtaláltam a domináns tagot? Tehát, hogyha nem vagyok benne biztos. Az akkor találtam meg a dominást, hogyha a második szorzó tényező az olyan, hogy annak a határértéke az egy pozitív szám lesz. Nem jó a nulla? Nem pozitív, tehát nem nulla. Tehát jó. Nem jó a nulla, nem jó a végtelen, tetszőleges, hogy ez számnak kell lennie. Nullától különböző számnak kell lennie. Tehát az a jó. Most nézzük, hát ugye ezt tudjuk, hogy ez tart a nullához, akkor természetesen kettőt, hogy hozzáadok, ugye ez kettőhöz, tehát ez tart a kettőhöz. Tehát még egyszer, akkor találtam meg a domináns tagot, hogyha ez a második szorzó tényező egy nullától különböző, nullától különböző számhoz tart. Pozitivitásot nem kell, csak konkrétan ebben a feladatban az van, azért mondom, de a lényeg az, hogy nullától különböző. Tehát ezt kell csinálnunk, tulajdonképpen dominást kiemelni. Számlálóban és a nevezőben is. No, tehát akkor a számlálóban már ugye láttuk, hogy az ott az sémán az n volt, és anélkül, hogy a nevezőben is ugye bebizonyítanám ezt, akkor is első fokú, tehát természetesen ott is csak simán az n-et kell kiemelni 5 per n. No, hát a későbbiek során ezt a kiemelést már úgy fogjuk elvégezni, hogy rögtön külön szorzó tényezőként írjuk föl a dominánsoknak a hányadosát. Tehát
ezt a lépést már ki fogjuk mondani, csak így, hogy n per n, és akkor 2 plusz 3 per n, és 3 mínusz 5 per n alapban fogjuk élni. Ezek után az következik, hogy az első szorzó tényezőt azt leegyszerűsítjük, mert ugye ez végtelen per végtelen lenne, ugyanúgy n tart a végtelenben is. Tehát itt nem nyíl, az nem jó, tehát itt egyszerűsíteni kell. Esetükben ez persze nagyon egyszerű, nyilván az 1 lesz, konstans sorozat, tehát 1 a határértéke. És akkor nézzük a második szorzó tényező, 3 per n ugye azt tart a nullához, az 5 per n az is a nullához tart, akkor itt a számláló tart a 2-höz, ez tart a 3-hoz, tehát azért látjuk itt már, használom ezeket a tételeket, amit eddig gyakoroltam, illetve itt szükségem van egy olyan újabbra, hogy hát a számláló 2-höz, tehát nevező 3-hoz, akkor hányadosra vonatkozóan mit mondhatok, tehát azért azt is fel kell írnunk, hogy ugye tehát a bn ne legyen egyenlő nullával, vagy hát nevezőben ne legyen már nulla, persze a b nem egyenlő, ugye a határérték nem egyenlő nulla, az azért ugye elégséges lehetne, tehát lehet, hogy ez túl kicsi, az index úgyhogy nagyobbra írom, akkor azt mondjuk, hogy a an per bn-nek a határértékére tudjuk, hogy az pont a per b lesz. Azaz, hányadosnak hányados, ha elvégezhető, ugye? Tehát nem nullával osztunk, ez az, ez itt 2/3. Tehát akkor itt a hányados konvergens sorozatok hányadosára vonatkozó összefüggés alapján, az 2/3 lesz. Ez azt jelenti, hogy ugye az első szorzató 1-hez tart, a második az 2/3, tehát két konvergens sorozat szorzatára vonatkozóan pedig tudjuk, hogy akkor szorzat lesz, tehát az egyszer 2/3, ez az 2/3 a sorozat határértéke. Tehát ez volt az ötödik feladat. Nézzük a hatodik feladatot. Mint ahogy említettem, végig végtelen per végtelen típusunk lesz, amit ide írtam. Tehát inkább ott is hagyom. Hatodik feladat. Limes n négyzet per m négyzet mínusz 4. No, hát most ugye ezt, amit mondtuk, hogy most már látjuk, hogy a számláló is végtelenbe tart, meg a nevező is a végtelenbe tart, tehát nem csinálom ugye olyan részletesen, mert természetesen gyakoroltam, és hát ugye ezt már tudom, hogy ez van. Azaz rögtön kezdhetünk azzal, hogy a dominást ugye leválasztjuk. Ops, nem tart a végtelenbe. Nem tart a végtelenbe. Azaz n négyzet per n négyzet alakot írok, mind a kettő számláló, nevező is másodfokú, és akkor 1 mínusz 4 per m négyzetet írom. Első szorzó tényezőt ugye egyszerűsítem, az 1, tehát ez tart az 1-hez. Második szorzó tényezőn a tanult módon ugye határértéket veszek, tehát a számlálóban 1 van, nevezőben ugye 1-ből 0, a 4 per n négyzetnek 0, tehát akkor ez 1, hányadosra vonatkozóan, akkor tudom, hogy az 1 per 1, tehát 1 lesz a határérték, azaz a szorzatnak egyszer 1-nek, egyszer 1 miatt 1-nek lesz a határértéke. Tehát a hatodik feladat ez volt, hetedik feladat. Hetedik feladatban, ugye Limes nem tart a végtelen, n plusz 1 per n négyzet mínusz 5, akkor a számláló elsőfokú, nevező másodfokú, persze megint végtelen per végtelen alak van, lehet, hogy idő után is felejtem már ezt mondani, hiszen annyira egyértelmű, hogy ugye ezt vizsgáljuk, de azért igyekszem, n tart a végtelenben, n per n négyzet, 1 plusz 1 per n, illetve 1 mínusz 5 per n négyzet. Tehát a domináns leválasztása után ugye ezt kapjuk. Egyszerűsítem az első szorzót, de 1 per n, amire persze tudjuk, hogy az 1 per n határértéke az 0 lesz. A második szorzó tényező, ugye ez nullához tart, ez is nullához, tehát itt kettes van,
perlétek. Ez is nullához tart. Akkor a számláló egyhez tart, a nevező megint csak egyhez tart. Tehát a ebből következik, hogy ez az egész, ez tart az egyhez. Jó? Az első szózat tényező. Nullához tart a második egyhez, akkor az azt jelenti, hogy a határérték nullászor egy, azaz nulla lesz ebben az esetben. Tehát látjuk, hogy végtelen felvétel típus, és most más kaptunk, mint az előtt. Tehát igazából tényleg nem lehet tétel kimondani rá. És persze jön a nyolcadik feladat, ami a következő. Nyolcadik feladat. Limes. N tart a végtelenbe. N négyzet plusz N minusz 1 per 2 minusz N alapján, ugye megint csak végtelen per mínusz végtelen típus lesz. Hát most ilyen szempontból ez a mínusz elője nem számít ugye más típusnak. Tehát nem így szoktuk írni, hogy most végtelen per mínusz végtelen, vagy mínusz végtelen per végtelen, meg mit tudom, mínusz végtelen per mínusz végtelen. Tehát ez az előjel nyilván nem befolyásol igazából. A problémán nem változtat, tehát ugyanúgy kell dolgozni. No, akkor nézzük is tehát ezt, hogy hogyan. Tehát domináns kell kiemelni, mind a számlaló, mint a nevezőből, tehát egy limes, n tart a végtelenbe, másodfokú, akkor számlálóban n négyzetet jön, nevező az első fokú, tehát ott csak az n-et emeljük ki, és kapjuk azt, hogy 1 plusz 1 per n, minusz 1 per n négyzet van itt a számláló, itt pedig 2 per n, minusz 1. No, nézzük az első szorzó tényezőt. Az első szorzó tényező egyszerűsítés után az n lesz, aminek a határértéke, hoppá, végtelen lesz. Jó? És akkor a második szorzó tényezőre mit mondhatunk? Ugye hát ezek nullához tartanak, ezek az egyperendesek, egyperendnézetek, kettőperendes. Nullához tart, akkor a számláló egyhez, a nevező mínusz egyhez. Lehet, hogy karikázni kéne, de inkább ezt így mondom, hogy ez tart az 1 per mínusz 1-hez, ami egyenlő mínusz 1. Jó? Tehát itt ez, ugye itt figyeljünk oda, hogy itt ez mínusz, azaz a második szorzó tényező az mínusz 1-hez, tehát az első végtelenhez, és itt ugye pont itt volt ez az esetünk, a C negatív, ha mondjuk az A negatív, akkor ugye az A-n-szer X-en azt tart a mínusz végtelenbe, tehát akkor itt ez a határérték, mínusz végtelen lesz. Azaz látjuk, hogy a végtelen per végtelen típusból akár még végtelen is kijöhet. Tehát a végtelen per mínusz végtelen, de mínusz végtelen kapunk. Azaz tényleg nem lehet tétel fölénni. A kilencedik feladat az, amikor már egy picit bonyolultabb kifejezések vannak, gyökösek, ugye? A gyökös kifejezések azok általában nehezebbek. Tehát limes n tart a végtelenbe, és akkor gyök alatt n plusz 3 per n négyzet mínusz 5 határértéket kell vennünk. No, hát ugye ilyen még nem nagyon volt, ugye, mert a gyökjel alatt van az n plusz 3, és akkor itt ez hová is fog tartani? Későbbiek során már ezt is bekarikázik, és írjuk, hogy végtelenbe. Na most itt ugyanúgy fogjuk megoldani, mint az eddigiek alapján. Csak egy kicsit csalok, letakartam a gyökjelet. N plusz 3, ez a végtelenbe tart az eddig alapján. Emeljük ki a dominást, tehát ugye az n, és akkor 1 plusz 3 per n. Ja, hát ez nyilván a gyökjele is továbbra is érvényes. Akkor a, ugye a gyökvonás tulajdonsága. Alapján hatványozás tulajdonság. Ez gyök n-szer. Gyök 1 plusz 3 per n, az pedig nem más, mint ugye n az 1 kettediken, és akkor szorozva gyök 1 plusz 3 per n-nel. Na most az első szorzó tényező az tart a végtelenbe. Itt 3 per n az tart a nullába. Egyet hozzáadunk, akkor a gyökjel alatt lévő kifejezés aztán sem tart az 1-hez. Na, akkor most ugye az a kérdés, hogy ha a sorozat egyhez tart, akkor a gyöke hová tart? Hát erre vonatkozóan is természetesen van egy
állítások, tételünk, akkor egy következőt azt mondja, hogy ugye a P-ről tudjuk, hogy ez egy pozitív, racionális szám, tehát már csak írhatom azt, hogy az A, N a P-edikem, az tart A a P-edikemhez. Hát persze, hogy ugye nem gyökvonásról van szó, azért az A-re vonatkozóan a nem negativitási feltételt még hozzá kell tennünk. Jó? Tehát itt... Tehát ez azt mondja ki, hogy akkor a határértékből kell gyököt vonni, tehát akkor a gyök 1 lesz, ugye, azaz 1, ennek a második szorzó tényezőnek a határértéke, és akkor megvan az első szorzó tényező végtelenbe tart, a második az pedig, ugye, egy pozitív számhoz, tehát akkor a határérték végtelen lesz. No, tehát így megállapítottuk, hogy nem egyenlő, mert nem írtam ki a limeszt, hanem csak így tart a végtelenbe. Tehát van ilyen lehetőség is a határérték számítás elvégzésére, hogy nem írjuk ki a limeszt, hanem csak ugye a végén oda teszünk, hogy tart a végtelenbe. Persze, hogy nagyon precíz akar lenni, akkor még az is lehetett, persze, hogyha N tart a végtelenbe, nem az X vagy az A, ha bár olyan betű úgy sincs, csak az N, de precízen, akkor még az N betűt is oda felírhatjuk, vagy nyíl fölé, ha bár ide se tesszük sose. Ezek a kis ugye karikázását már, hogy persze akkor, hogyha nem tart. Sőt, tessék, nem ér, itt sem írtuk ki sose. Persze az N-nek kell oda tartani. Mindegy. A lényeg az, hogy későbbiek során ezt nem fogjuk mind, hát ezt nem fogjuk már ugye így szépen levezetni, hanem eleve azt mondjuk, hogy hát az a végtelenbe tart. Tulajdonképpen ezt megspóroljuk, ezt a lépést, tehát hogy végtelen per végtelen típusunk van, ami természetesen azt jelenti, hogy a domináns kell kiemelni a számlálóban és a nevezőben is. Tehát most már itt ugye ezt tovább írva, limesz, tehát itt van a limesz, akkor itt is ki kell írnom a limeszt. Az előbb nem írtam ki a limeszt, úgyhogy nem kellett sehol se kiírni, a végén ugye akkor nyilat kell rakni, ha limesz van, akkor a végén egyenlőséget. No, akkor nézzük, hát ugye a gyökjel nélkül, ugye a gyökjel alatt az enna domináns, tehát ugye ahogy az előbb megcsináltuk, ugye akkor itt ez írjam, akkor most először csak gyökenszel úgy írom föl, majd átírom tört kitevőre, és tudtam. Nevező az másodfokú, az n négyzet, tehát akkor az 1-5 per n négyzet alakba írható. Akkor még egy lépést tegyünk, tehát tört kitevő, limesz, n tart a végtelen, n az 1/2, n négyzet. Jó, persze lehetett volna rögtön megtenni ezt a lépést, de mivel letöröltem ezt az átalakítást, ezért inkább csak így, hogy gyöken. Hát ha véletlenül valaki csak elkezdett beleklikkelgetni, és akkor nem biztos, hogy tudja, hogy most hogy is lett ott az az. Jó? Na, tehát megvan, domináns kiemeltük, akkor az első szorzó tényezőt leegyszerűsítjük. Hol van nagyobb kitevő? Hát a nevezőben van ugye n négyzet, itt csak n az 1/2, 2 az nagyobb, mint az 1/2. Akkor ezt általában úgy szoktuk fölírni, hogy ahol a nagyobb kitevő van, ugye ott a nagyobb számból vonjuk ki a kisebbet, tehát 2-ből 1/2, az 3/2, tehát 1 per n a 3/2-en lesz az első szorzó tényező. A második szorzó tényezőről meg a szépen, ugye karikázás után az 1 per n-esek azok nullához tartanak, akkor a gyökjel alatt ugye egyhez tart, megbeszéltük, hogy akkor ugye itt van a gyök is, az ugye egyhez fog tartani a gyöket, úgyhogy ez is tart az egyhez, a számláló és a nevező is az egyhez tart, akkor a kettőnek a hányadosa, az persze az is az egyhez tart, ups, elfejtettem az egy per n a 3/2-en megállt, hogy hová tart, de sose késő még, ugye, az ezen szabály alapján tart a nullához. Tehát nullászor 1, azaz nulla lesz a határérték. Tehát most ebben az esetben a végtelen per végtelen határérték az nulla lett. Hát nem is tudom, ez már hanyadik különböző eredmény itt az eddigek során. És akkor nézzük az utolsó, a tizedik feladatot, ami az utolsó legnehezebb, talán kiderül, mert
köbgyökös kifejezés van. Köbgyök alatt van az m négyzet plusz 5, és a nevezőben pedig n köb plusz 1-nek a gyöke szerepe. Jó? Tehát most már tényleg csak úgy mondjuk, állítjuk, hogy a számláló is és a nevező is végtelenbe tart, hogy az előző feladatnál részletesen megoldottuk. Itt az az igazság, hogy haladhatunk így, hogy oké, ez a típus van, tehát akkor a domináns kell kiemeljük. Némeszen tart a végtelenbe. Tehát akkor a köbgyökjel alatt ugye n négyzet van, n négyzetnek a köbgyöke az n a két harmadikon, tehát itt is egy kicsit, úgymond, gyorsabban haladok. Tehát ez a számolási készség, amire szükségünk van, ugye, hogy ugye, sikeresen végezzünk. A nevezőben ugye gyökjel van, a gyökjel alatt n köbös kifejezés, akkor az n köb az a domináns, természetesen nem a plusz 1, és akkor ugye n köbnek a gyöket, akkor az n a 3/2-en lesz a nevezőben a domináns, és akkor ez itt ugye köbgyök alatt 1 plusz 5 per n négyzet, ugye köbgyökjel n négyzetet, gyökjel alatt az n köböt emeltük ki, tehát akkor gyökjel alatt pedig ugye ez itt a 1 plusz 1 per n köb. Az első szorzatényedet leegyszerűsítem, ugye itt megint a 3/2 az nagyobb, mint a 2/3, sajnos számológépem nincs, úgyhogy leírom a két szám különbségét, és megpróbálom kivonni a két tört számot, 9/6-ból 4/6 alapján megállapítom, hogy ugye ez itt 1 per n az 5/6-on lesz. Jó? Azaz, az első szorzó tényező az ismételten nullához tart. Nézzük a második szorzó tényezőt, hogy ez itt nulla, ez is nulla. Akkor köbgyök alatt 1 van az 1, számlálóban, nevezőben ugye 1 plusz nullának a gyöke az 1, tehát akkor 1 per 1, csak így bekarikázom az egészet nagyból, hogy ez itt akkor 1-hez fog tartani, azaz 0-szor 1, azaz 0 lesz a határérték.